Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több száz milliót csalhattak el, nem mindennapi bűncselekményeket göngyölítettek fel a Tolna vármegyei rendőrök. Városnapja, 53. évfordulót ünnepelt Dombóvár. Országos szakmai tanulmányi verseny, agrártanulók mérték összetudásukat. Fel a nyúlcipőt, mozgásra ösztönözte a helyieket a Bonyhádi Általános Iskola. Az ország számos pontján követtek el komoly bűncselekményeket azok a férfiak, akiket a Tolna vármegyei rendőrök kerítettek kézre. Már el is fogták őket, az akcióban a TEK kommandósai is részt vettek. A gyanú szerint a csoport tagjai több száz millió forintot csalhattak el. Gépfegyveres kommandósok rohanják le a házat, ahol az egyik most elfogott férfi lakik. A képsorokon méregdrága luxusautók és rengeteg forint, valamint euró is látható. A bűnözői csoport vezetőit hónapokon keresztül figyelhették meg a Tolna vármegyei rendőrök, mire sikerült elegendő bizonyítékot összegyűjteniük. Mi 2022 nyarán indult büntető eljárás a szekszárdi rendőrkapitányságon egy férfi feljelentése alapján, aki autóbérbeadással foglalkozik. Az eset súlyosságára tekintettel az ügyet átvette a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, ahol csalás miatt folytatták a nyomozást. A gyanú szerint a csoportot egy szekszárdi férfi és az ő Bonyhádon élő fia irányíthatták, főként ingatlanokkal üzleteltek, hamis szerződéseket kötve. Mindketten főszervezői voltak annak a szervezetnek, amelyben családmódon jutottak ingatlanokhoz, autókhoz, mégpedig úgy, hogy fiktív szerződéseket kötöttek, és így vertek át embereket. Az akciót követően kollégáim kutatást tartottak számos ingatlanban, valamint ügyvédi irodában is, ahonnan számos dokumentumot is lefoglaltak. Emellett a lefoglalások során 5 nagyértékű gépjárművet is, amelyeknek összértéke meghaladja 120 millió forintot is lefoglaltak, illetve zárra alá vettek egy közel 300 millió forint értékű ingatlant is. Ezek mellett nagyjából 11 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak a rendőrök, valamint egy maroklőfegyver is előkerült. Azzal kapcsolatban szakértő vizsgálja majd meg, hogy igazi-e a pisztoly. Az ukrán-magyar határszakaszon 4588-an léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határon érkezők közül pedig 3912-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából jöttek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 65 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegerendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Továbbra is erős az érdeklődés Magyarország iránt a világ minden tájáról, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Ahogy a legutóbbi hitelminősítői értékelésekből is látszik, a befektetők kedvezően értékelik a magyar gazdaság stabil alapjait, többek között azt, hogy a háború, a szankciók és a választási év ellenére is csökkent a költségvetés hiánya, és a vártnál jobban mérséklődött az államadósság is, mondta a miniszter. A magyar gazdaság a helyreállítási források nélkül is uniós átlag felett erősödött, és idén is elkerüli a visszaesést. A magyar beruházási ráta a legmagasabb az unióban, továbbra is magas a foglalkoztatás. Csökkenő pályára állítottuk az inflációt, év végére egy számjegyűre csökkentjük. Dolgozunk tovább, a cél, hogy a veszélyes nemzetközi környezetben is megőrizzük a magyar gazdaság stabilitását. Április 1-én ünnepelte Dombóvár várossá avatásának 53. évfordulóját. Az ez alkalomból rendezett gálán Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes elmondta, értékeli azt, hogy az önkormányzat kiválóan együttműködik az egyházakkal, a nemzetiségekkel. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője pedig többek között arról beszélt, hogy 2023 a beruházások éve lesz a településen. Dombóvárnak minden oka megvan arra, hogy büszke legyen. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Dombóvár várossá avatásának 53. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen beszédében kiemelte, a város pénzügyi stabilitása elismerésre méltó.
A dombóváriaknak legalább háromszoros okuk van arra, hogy büszkék legyenek arra, hogy dombóváriak, és ez egészséges lokálpatriotizmus töltse el őket. Részint a településnek a történelme. Azért itt olyan ihlet van a levegőben, hogy Tinódi Lantos Sebestyéntől kezdve I.S. Gyulán át Fekete Istvánig alkottak itt, vagy éltek itt, és a másik pedig az a fantasztikus teljesítmény, amit most nyújtott az önkormányzat, a pénzügyi stabilizációval, példaértékű beruházások, tehát valóban az önkormányzat, a megye és az állam együttműködése. A harmadik pedig a díjazottak, akikre valóban büszkék lehetnek a dombóváriak, hiszen olyan életutak, olyan teljesítményeket tettek le az asztalra, ami megtartó erőt jelent az egész közösség számára. Az ünnepség alkalmával Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy 2023 a beruházások éve lesz Dombováron, ami a település további fejlődését segíti elő. 1970. április 1-én, 53 évvel ezelőtt avatták várossá Dombovárt, és bár akkor még igazából nem volt egy városias település, de azóta minden olyan vívmányt sikerült elérni, és közösen ennek a közösségnek létrehoznia, amelyekkel egy városnak kell büszkélkednie. A település polgármestere Pintér Szilárd hangsúlyozta, az elmúlt években töretlenül azon dolgoztak, hogy a város méltó maradjon történelméhez. Biztos alapokat sikerült lerakni a település további fejlődése érdekében. Munkánk gyümölcseként 7 milliárd forint fog érkezni a városba az elkövetkezendő 4 évben. Városunk fejlődése már szemben is jól látható. Egyik nagy álmunk valósul meg azzal, hogy a város második legnagyobb járóbeteg ellátó intézményét a teljes körű felújítás követően a lakosság várhatóan szeptember 1-től újra birtokba veheti az Arany János téren. Az ünnepi beszédeket követően az évfordulós ünnepségen díszpolgári címet adtak át, és kitüntetésekkel ismerték el a fiatal tehetségeket, valamint a gazdaság szereplőit. 8 milliárd forint működési támogatást nyújt 2806 falusi kisboltot üzemeltető vállalkozásnak a kormány a Magyar Falu programban, jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn. A tenderen valamennyi érvényes pályázatot benyújtó vállalkozás nyert, átlagosan 2,9 millió forintot költhetnek rezsire, bérleti díjra vagy bérre, közölte Gyopáros Alpár. A politikus emlékeztetett arra, hogy a program indulása 2019 óta már több mint 1000 milliárd forintot költött az állam a kis települések fejlesztésére. Elmondta, a támogatásokat az önkormányzatok mellett civil szervezetek és egyházközségek is igényelhették. A pályázatok célja, hogy növeljék a kis települések vonzerejét, ennek alapvető eleme egy működő kisbolt, mondta Gyopáros Alpár. Országos szakmai tanulmányi versenyt rendeztek a déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégiumban Szekszárdon. A rendezvényen az állattenyésztő és állategészségügyi, illetve mezőgazdasági technikus hallgatók mérték összetudásukat. Többek között Győrből, Makóról, Putnokról, Békésből és Hódmezővásárhelyről is érkeztek versenyzők Szekszárdra, ugyanis ezúttal a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképző iskola és kollégium adott otthont az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének. A kétnapos megmérettetésen a tanulóknak szóban és gyakorlatban egyaránt bizonyítaniuk kellett. Szerencsére szóbelin jó tételeket kaptunk, úgyhogy az viszonylag könnyebb volt, mint amire számítottam egyébként, a gyakorlat pedig ugye az közelebb is áll hozzám, és azt is viszonylag egyszerűnek találtam. A versenyen összesen 12 iskolából 22 agrártanuló indult, állattenyésztő és állategészségügyi és mezőgazdasági technikus szakmákban. Hosszú volt, viszont a versenyzők helytálltak, nagyon tisztességgel helytálltak. Minden elismerésem az övéké, mind mentálisan, mind fizikailag azért végigcsinálni a két napot, hogy minden pillanatban toppon kellett nekik lenni, és be kellett mutatni a tudásuk legjavát idegen embereknek. Azt, hogy az első három helyezett tanuló a dobogó hányadik fokára állhat majd fel, április 26-án hirdetik ki Budapesten a Szakmasztár Fesztiválon.
Népszerűek a január 1-én bevezetett új családtámogatások. Az intézkedéseket fontosnak és hasznosnak tartják a magyarok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben sem mond le az alapértékekről, megvédi a családtámogatásokat, sőt, idén tovább bővítette azokat. Január 1-től a 30 éves korukig gyermeket vállaló édesanyák is személyi jövedelemadómentességben részesülnek, és elengedik diákhitelüket is. Ezek mellett emelkedett a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelők adókedvezménye, a nyelvvizsga támogatás összege és a babakötvény kamata is, miközben egyebek mellett továbbra is igénybe vehető a babaváró támogatás és a falusi csok, sorolták. A magyar kormány folyamatosan párbeszédet folytat az autizmussal élőket képviselő szervezetekkel, emelte ki Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök fő tanácsadója a Facebook oldalán vasárnap az Autizmus Világnapján. Azt írta, ezen a területen különösen érvényesül a semmit rólunk nélkülünk elve. Nyitrai Zsolt közölte, hogy az autizmus ügye Magyarországon több mint 100 000 embert érint. A nemzetközi előfordulási gyakorisági adatok szerint ma már minden 68. gyermek autista. Kiemelte, vasárnap van az Autizmus Világnapja, mely a felismerés, a megértés és az elfogadás fontosságára irányítja a figyelmet. Csak nem 2 kilométeres távot kellett teljesíteniük azoknak a pedagógusoknak, diákoknak és vállalkozó szellemű szüleiknek, akik részt vettek a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola Fel a nyúlcipőt elnevezésű rendezvényén. Az intézmény tavaly életre hívott eseménye idén is sokakat megmozgatott. A Bonyhádi Általános Iskola udvarán épp bemelegítenek az intézmény diákjai és az érdeklődő óvodás korosztály. Fel a nyúlcipőt címmel tartjuk ezt a rendezvényt, már hagyományosnak mondhatjuk, hiszen tavaly 2022-ben is megrendeztük. Alapvetően az általános iskolás korosztálynak szól, de megszólítottuk az óvodásokat is. Az óvodások is csatlakoznak ehhez az eseményhez. Ez egy jótékonysági futás, megversenyeztetjük az osztályokat, amelyik osztályból a legtöbb futó diák, illetve szülő van, őt jutalmazzuk, az az osztály egy pizzázáson vehet részt, és erre a programra kapcsolódott rá az óvodásoknak a beiskolázási rendezvényre, amiről azt kell tudni, hogy kicsit a sportos oldalunkat szeretnék megmutatni. Sportiskola lévén igyekeznek olyan programokat szervezni, ahol a mozgás kerül előtérbe. A nebulok közül inkább az alsó évesek vették ki részüket a rendezvényből. A diákok a bemelegítést követően egy az intézményt megkerülő távot, mintegy 2 kilométert futottak, ami a legkisebbeknek sem okozott problémát. A célba érkezést követően üdítőt és csoki nyulat kaptak a gyerekek. Tudja, jó nehéz volt, és nagy kör volt. Körbefutattuk az iskolát. Teljesen körbe. Arra az iskola felé, utána itt el a bejáratnál, és vissza a célhoz. Az óvodások számára az aulában folytatódott a program, ahol a körtáncot követően tojásfedíszítéssel, tojáskereséssel készültek számukra a pedagógusok. Regionális híreink következnek. Kultúra, turisztika, gazdaság, több területen is együttműködik a két testvértelepülés. Elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, már a receptek is elérhetők benne. Szabad egyetemi előadássorozat, hogyan legyünk keresztények a 21. században. Hivatalosan is testvértelepülési kapcsolatot ápol Siklós és Irig. A szerbiai település delegációja a Siklósi várban tett látogatást, ahol a városok vezetői aláírták az ezt megerősítő dokumentumot. Számos területen terveznek együttműködést a jövőben, mint a kultúra, a gazdaság és a turisztika. Hivatalos látogatást tett a Siklósi várban a szerbiai Irig városának delegációja. Különleges alkalommal érkeztek a vendégek, ugyanis március 31-ével hivatalosan is testvérvárosi kapcsolatot ápol a két település. Az ezt megerősítő dokumentumot írták alá Siklóson ünnepélyes keretek között. Széles spektrumot ölelnek fel azok a tématerületek, amikben kapcsolódni tudnak egymáshoz és segíteni tudják egymást, mondta elstábunknak Siklós polgármestere.
Ilyen lesz teljesen egyértelműen a turisztika, a szálláshely szolgáltatás, a fürdőkultúra. Ugye egy nagyon komoly komplexum épül egyébként Irigytől nem olyan nagyon messze, alapvetően a turisztikára építve, a vízre, az élményelemekre és a szálláshely szolgáltatásra építve. És azt is tapasztaltuk, hogy nagyon komoly borászati kezdeményezések, borászati vállalkozások indultak meg. Nagyon komoly termelés zajlik gyümölcsészetben, és természetesen, mivel mi is egy borvidék vagyunk, így meg fogjuk találni a kapcsolódási pontokat. Ezen kívül komoly épített örökséggel is rendelkezik a testvérváros és környéke, ebben is hasonlít a két település. A tervek szerint igyekeznek bemutatni egymás kulturális és szellemi értékeit is. Korábban már tett nem hivatalos látogatást a városvezetés Irigben, és viszont már akkor látszott, hogy megtalálták a közös hangot, emelte ki Rigl Gábor. A két ország együttműködését valamilyen módon itt Siklóson is most le tudtuk képezni. Nagyon jól érzik magukat, úgy látom a vendégeink, igyekszünk minden elvárásuknak megfelelni. Amikor mi kint voltunk, ők is nagy barátsággal és szeretettel fogadtak minket. Ezt a hangulatot szeretnék most visszaadni, és nem véletlen, hogy a város születésnapján történt meg ennek a deklarátumnak az aláírása, hiszen azt szerettük volna, hogy miután ez megtörténik, és az új testvértelepülésünk itt van velünk, együtt ünnepeljük Siklós születésnapját. Siklósnak egyébként már több olyan testvértelepülése van, ahol konkrét gazdasági kapcsolatok vannak. Ezekben a városokban többek között ipartelepítések és telephelyfejlesztések valósultak meg. A határ két oldalán pedig vannak olyan vállalkozók, akik hosszú évek óta gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak. Ezt szeretnék elérni Irig városával is. A felírt receptek is láthatók már az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér felületén, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, hogy eddig 2,1 millióan töltötték le telefonjukra a koronavírus applikációt, és kihasználva a digitális egészségügy előnyeit, egyéb funkciókkal bővítik azt. A betegek napra készen információval rendelkeznek a felírt receptjeikről, kevesebb a tévesztés lehetősége, hiszen digitálisan tudják pontosan látni, hogy az orvos milyen mennyiséget, milyen orvosi utasítással írt föl nekik. Egyszerűbb az orvosnak, egyszerűbb a betegnek, egyszerűbb a patikusnak, mindenki számára ez egy gyors és egyszerű megoldás, és ezzel az EST-ben, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben rejlő lehetőségeket egy teljesen ügyfélbarát módon, a betegek számára könnyen kezelődő felületen, mindenki által használt mobiltelefon, sokak által használt mobiltelefonon, az általános alkalmazásokkal szemben támasztott elvárásoknak megfelelően tudják használni, ezért ez sokkal könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb, mint az eddigi ügyintézés. Az a tervünk, hogy ez csak az első lépés, ez az első, mint hogy az EST bevezetésekor is az e-recept volt az első lépés, amit bevezettünk még ezelőtt majdnem 6 esztendővel, több mint 5 esztendővel, és folyamatosan kívánjuk majd bővíteni természetesen ezeknek a lehetőségeknek a körét. Most az e-receptekkel indulunk, és hogyha ennek kialakul a megfelelő gyakorlata a következő hetekben, akkor a következő tervünk, hogy a leletekkel bővülhessen majd az alkalmazásban követhető egészségügyi adatoknak a sora. Korunk vallási térképéről és Ferenc pápa kereszténységéről tartottak előadást Pécsett. Az Egyházmegye és a Pécsi Hittudományi Főiskola által szervezett szabad egyetemi előadásokat tovább folytatják. A mindenki számára nyitott, de regisztrációhoz kötött programokat a Magtár látogatóközpontban tartják. Folytatódik a Pécsi Egyházmegye korábbi években nagy népszerűségnek örvendő, ám 2020-ban a világjárvány következtében abba maradt szabad egyetemi előadás sorozata. A tavaszi szemeszter programjai elkezdődtek neves egyházi és világi előadókkal Pécsett a Magtár látogatóközpontban. A márciusban indult tavaszi szemeszter a Hogyan legyünk keresztények a 21. században című témát járja körbe. Most nagyon fontos, hogy világosan lássuk a küldetésünknek a nehézségét is, és ugyanakkor a lehetőségeit is. És azért vannak kiváló emberek, akik kiváló gondolatokkal tudnak nekünk most segíteni, és ezért akarom, hogy itt találkozzunk, üljünk le, hallgassuk meg őket, legyen egy párbeszéd, és erősítsük a személyes életünket, és természetesen mindenki a saját közösségeinek az életét. A Szabad Egyetem márciusi első előadásán dr. Rosta Gergely vallásszociológus a kutatási eredményekről számolt be. Azt mondta, világviszonylatban növekszik a vallásos emberek száma, elsősorban Afrikában és Ázsiában. Európában
Európában azonban mások a trendek. Nyugat-Európában például csökkenés mutatható ki. Csökken a templomba járók aránya, csökken azoknak az aránya, akik hisznek Istenben. Kelet-Európában egy másik helyzet van, főleg 1990 után, a rendszerváltások után. Több országban vallási újraéledés, emelkedés volt tapasztalható, főleg ortodox gyökerű országokban. Magyarország valahol nyugat és kelet között helyezkedik el ebből a szempontból is, hiszen a hit tekintetében emelkedés volt, többen hisznek ma Istenben, legalábbis többen mondják magukra azt, hogy Istenben hisznek, mint mondjuk 1990-ben, valamivel nem nagy a különbség, de többen. A szabad egyetemi előadások ingyenesen látogathatók Pécsen a Magtár Látogatóközpontban. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer, röviden. Több száz milliót csalhattak el, nem mindennapi bűncselekményeket göngyölítettek fel a Tolna vármegyei rendőrök. Városnapja, 53. évfordulót ünnepelt Dombóvár. Országos szakmai tanulmányi verseny, agrártanulók mérték összetudásukat. Fel a nyúlcipőt, mozgásra ösztönözte a helyieket a Bonyhádi Általános Iskola. Kedden erősen szeles időnk lesz, túlnyomó részt felhős égbolt várható. Északa nyugaton vékonyabban, szakadozottan, keleten erősebben felhős égbolt várható. Valamennyire már mérséklődik az északi szél ereje. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!